És amelyről vitát indít a párt. Hazafiak vagyunk, de nem vagyunk nacionalisták. Gyurcsány Ferenc azt mondta, hogy európai jövőt képzel el, legkésőbb 2020-ig bevezetett euróval. A DK elnöke beszélt arról is, hogy szűkíteni a szavazásra jogosultak körét. Azoknak legyen választójoga Magyarországon, akik osztoznak közös sorsunkban, akik állandó lakhelyen itt élnek, akik itt fizetnek adót, azok, akik vállalják döntésük következményét.